Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most ez itt nem más lesz, mint Dani a rendőr. Tudom, most jó lenne egy király zenét bevárni, de most nem fogok. Na srácok, sziasztok, én Dani vagyok, és ugye most ebben a videóban nem más lesz, mint Kula Steve-et fogjuk megkeresni, és bizony ebbe a nagyon szépen kidisztett börtönbe bezárni. És srácok, még így a videó elején egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnétek nektek mondani. Mostanában nagyon-nagyon sok feliratkozó szokott jönni a csatornámra, viszont kíváncsi vagyok, hogy ezzel az egy videóval mennyi feliratkozót tudnánk elérni. Ugyanis a videóimat ezen a csatornán átlagom most így tényleg poén nélkül megszoktátok nézni ilyen 10-15 ezrem, viszont ezen a csatornán csak 5000 feliratkozón van, ami amúgy nem csak, mert az nekem már nagyon nagy, de kíváncsi vagyok, hogy ebből a 10-10000, 15000 megtekintésből mennyi feliratkozó tudna egyszerre jönni. Ez nem feliratkozó kéregetés meg ilyenek, de kíváncsi vagyok, hogy konkrétan ezzel az egy videóval mennyi embert tudok bevonzani, úgymond a csatornámra, és mennyien akartok úgymond így engem aktívan követni. Szóval srácok, aki most ezt a videót látja, az mindenféleképpen iratkozzon fel most a csatornámra, ugyanis ez a videó után, hogyha mondjuk csak ezzel az egy videóval a mai napon mondjuk összejön, vagy mondjuk hát igen, legyen mondjuk a mai napon összejön plusz 1000 feliratkozó, akkor a... mikor? Akkor hónap végén ki fogok sorsolni nektek egy Mindside-os terméket csak erre a csatornára, úgymond erre, ennek a csatornának a feliratkozóraira, úgymond ki fogok sorsolni akkor egy Mindside-os terméket, és... ja, igazából ennyi, szóval ez tőletek függ. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi ember tud ez így, vagy mennyi ember iratkozik fel így ennek a videónak így a hallatán. Szóval hajrá srácok, és akkor csapostok egy lájkot is. És aki megtette, az a komment szekcióba írja le nevét, mert azok fognak vagyis hogy is mondjam, az írja le, mit írjon le? Hú, ez hogy legyen? Na várjatok, ezt majd még ki kell találnom, majd videó közben majd így gondolkodok rajta. Az a videó komment szekcióba írja le, hogy megcsináltam, jó? Legyen az, hogy megcsináltam. Aki már ideig is fel volt iratkozva, az mondjuk csinálja azt, hogy leiratkozik és egyből feliratkozik, jó? Az is izéljen, mert akkor úgy, hogy értitek, akkor mégiscsak. Az egyből gyors leiratkozik és feliratkozik, ennyi a lényeg, és ugye nyomjátok be a csengőt is, az is nagyon fontos. És kíváncsi leszek, hogy mi lesz, és ez vajon így meg tudjuk-e valósítani. Na, de viszont most az ilyen mindenféle dolgokat hátra hagyva, ugye itt van a iránytünk, és ebbe az irányba kéne eljutni, viszont akkor már csinálok egy csónakot, hogyha már van itt ennyi fám, pont elég rá. Nagyszerű, és ugye kaptunk egy sisakot, egy kardot, vagy a kardot azt mondjuk csináltam, egy iránytűt és kaját, és akkor el is indulunk, ugye az iránytűnek a... Istenem, de szerencsétlen vagyok, egyből neki mentem egy tavirózsának. Szóval akkor el is indulunk az iránytűnek az irányába, és ugye meg kell találnunk Kula Steve-et, hogy tényleg ezt nem is mondtam, hogy miért kell bezárni. Na szóval srácok, ugye, az történt Kula Steve-vel, hogy más youtuberek háza elé kulázott. Szó szerint nem kell nevetni, nem szabad nevetni, srácok, más youtuberek ház elé kulázott, és ezért nagyon sok youtuber ideges lett. Szóval most meg kéne találnunk őt, és szépen elvinni egy kicsikét a ducsiba egy pár napra, hogy nem tudom, két opció van, vagy maga alá kulázik másodpercenként, és szegény nem éli túl a másnapot, vagy leszokik arról, hogy mindenhova oda kulázik, és lesz egy normális Steve-ünk videó végére szerintem, vagy nem is a videó végére, egy 2-3 nap óva szerintem kifog majd, ó, itt egy ház, és ott van Kula Steve. Oké, jó. Nem tudom srácok, hogy meg kéne mernem közelítenem, lement a bányájába, hogyha jól látom. Megszívassuk srácok, vagy mi legyen vele? Szerintem jó van, mindegy. Befedem a izei barlangját, és addig körbenézek a... vannak itt cuccai, lol. Várj, a sapkádat itt hagyom, az nekem nem kell. Jó, srácok, a kardjait meg ilyeneket lefoglaljuk, mert úgyis rendőrök vagyunk, elvileg. Idézőjelesen rendőrök, szóval ezt most elveszük ilyen bizonyítékképpen, vagy nem tudom miképpen. És várjatok, van egy jó ötlet... most hol van? Várjatok, van egy jó ötletem. Várjatok, lol, oké, nem vett észre, jó van, várjatok, elbújok valóban a fa mögé. Jó, belenézett egy bla, jó, így. Várjatok, ezt így be kéne fednem, hogy ne legyek vízbe, jó? Oké, mit csinál? Belenézett a chestbe, és így. És most mi van? Vajon észrevette, hogy hiányzik? Biztos, hogy észrevette, annyira azért csak nem lehet buta. Jó, szerintem felmászok a fának a tetejére, vagy nem tudom, mit kéne csinálnom. Na, várjatok. Jó, oké, itt vannak már az indák, így könnyebb lesz. Mit csinál Kula Steve? Várjatok, felmegyek a tetejére. Jó, oké, remélem, hogy nem hallotta meg. Mi van vele? Mit csinál? Lerakta a virózsákat, és mi van? Most ez ugrál. Értem.
Szóval, most elmegy... Oké, úgy kéne, hogy ne vegyen észre. Mit csinál, srácok? Elkezd fát vágni, jó. Visszamegyek, mi van nála? Semmi. Most akkor... Most miért megy el fát vágni? Vagy most... Nem értem, jó, mindegy. Nem érdekes, srácok, el kéne, hogy itt az idő, hogy elkapjuk. Kula Steve, állj meg! Kula Steve, ne menekülj! Állj meg! Megcsaplak. Kula Steve, állj azonnal! Ide figyelj! Kula... Nem veszed elő a kardot? Tedd el! Dobd el! Azonnal! Ez a magyar... Azaz! Várjál, felveszem. Úgy van, na! Kula Steve, figyelj ide! Te illegálisan csináltál olyan dolgokat... Mi az? Ehetek? Ehetni ehetsz, jól gondolom. Figyelj! Kula Steve! Illegálisan csináltál olyan dolgokat, amiket nem szabad csinálni. Szóval, youtuberek háza elé kuláztál. Ami... De, igen. Van róla képes bizonyíték is. Van róla bizonyíték is, Kula Steve, szóval... Feleslegesen próbálod meg elvenni a izémet, srácok. Várjatok. Jó, közben kicsikét iszok, mert amúgy kiszáradt a torkom, bocsi. Hú. Bocsi srácok, ezt bevágom. Na, nincs róla... Mi az? Nincs róla, mivel néztem a kamerákat. Na látod, akkor ezzel be is vallottad. Kicsit így rá is mutatom, ugye úgy is forog a kamera. Nagyszerű, igen, be is vallottad, hogy... miket csináltál, nagyszerű. Kedves Kula Steve, köszönjük szépen. Ne, haha, elrontottad. Na, Kula Steve, ne menekülj, állj az... Úgy is arra van a börtön, nyugodtan menj arra, köszönöm szépen. Gyerünk, menj egy kicsit, gyere már, Kula Steve, nagyon béna vagy, hallod? Szépen menjünk a börtön fele, Kula, állj meg azonnal. Állj meg az... Jó, lecsaplak, hallod? Megöllek, Kula Steve, állj meg. Fordulj. Na. Srácok, most komolyan meg kell ölnöm. Most komolyan meg kell ölnöm ahhoz, hogy izé megnyugton maradjon. Jó, fuss arra nyugodtan, az tökéletes nekem. Azaz, arra Steve, azaz, jó vagy. Menj arra szépen. Ne arra, jobbra. Kula Steve, állj meg azonnal, figyelj. Hol, de ne a vízbe, te puta. Menj ki a partra, figyelj. Merre kéne menni? Így erre egyenesen. Na, Kula Steve, Kula Steve, figyelj. Állj meg, nyugodj le. Ne ütögess, én ütögetlek téged. Na, Kulaszt... Állj, nyugi. Na, ide figyelj. Be kell menned 3 napra a börtönbe. Ha ez nem segít rajtad, akkor több időt leszel ott. Viszont 3 napot ott el kell töltened. Figyelj, megértetted? Igen? Na, nagyszerű. Akkor gyere, vagy menj egyenesen, jó? Arrafele, úgy, arra. Arra, mozog már, na, gyerünk, Kula Steve, nem érünk rá, na. Arra szépen menjünk egyenesen, és elvezetlek téged a börtönbe. Srácok, amúgy én gyorsabban megyek, mint ő, lol. Na, srácok, szerintem megértettük legalábbis, és nagyon remélem, hogy nem fog ilyen több szökési kísérletbe, hogy is mondom, megpróbálni, vagy részt venni, vagy bár, Kula Steve, hallod? Mi a, hogy most így építesz, vagy nem, mindegy, nekem így is jó. Remélem, hogy több szökési kísérlete nem lesz, mert nem szeretnék még itt ilyen üldözősdit játszani. Most amúgy szök ellenem, vagy most mit csinál, most játszadozik? Kula Steve, figyelj, arra menj, ügyes vagy, látod, tudod, hogy merre kell menni, amúgy ott van a börtön, jó. Arra, nézd, látod, gyere ide, Kula Steve, gyere, nézd oda, mi van ott, látod, már rád vár, gyerünk, azaz, mehetünk. Jaj, Istenem, csóró Kula Steve, na, srácok. El is visszük, ne bányázz az agyagot, hallod, nincs idő erre. És amúgy majd a börtön előtt majd az összes fegyveredet szépen elkérem, és majd vissza fogod kapni, amint kijöhetsz a börtönből, de egyelőre sajnos ilyenről még nem is álmodhatunk, kedves Kula Steve. Úgy is van, nagyon ügyes vagy, rakod le nekem a blokkokat, hogy könnyebb legyen. Kula, állj meg, de most megint elkezdesz menekülni, hallod. Nagyon imádlak téged, na, figyelj, én megöllek téged, hogyha nagyon azt... Kula Steve, nyugodj le, Kula Steve, nem akarlak téged... Kula Steve, arra fogsz engem kényszeríteni, hogy megöljelek. Nem akarlak megölni, figyelj! Menj be szépen, amúgy tök vicces, hogy az ő kardjával üldözöm. Na, Kula Steve, gyere ide! Ne izé, na! Azaz, minden cuccodat szépen rag le! Abba a csezzel minden cuccodat! Úgy is van, minden benne van? Biztos vagy benne? Igen? Szászá, én nem hiszek neked. Minden benne van? Még egyszer kérdem, megöljelek? Megöllek, nem hiszem el. Dobd ide ki, hogy mi van nálad még. Dobd ide ki! Gyerünk, Kula Steve, nincs nálad tényleg semmi? Belerakja? Aha. Hát tábla volt nálad, de mondjuk az annyira nem vészes. Mondjuk nem volt ott egy kőkard. Ez nem tudom, hogy az ővé volt-e. Semmi. Jól van, na figyelj! Szépen lerakom ezt. És szép... Ja, igen, várjál. Menj arrébb, Kula Steve. Így ide kell lerakni. Nem nyitódik ki. Nagyszerű. Mindegy, így is meg lehet oldani. Erre vannak a B opciók.
Jó, de ez érdekes volt, befele, menj be, azaz, kijönni már sajnos nem fogsz tudni, mert nem tudom, hogy kell kinyitni, de mindegy. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor ugye csapostok egy like-t és iratkozzatok fel a csatornámra. Hogyha még szeretnétek ilyen tartalmat, akkor pedig ugye dobjatok egy like-ot, és ilyen komment szekció pedig írjatok ugye a véleményeket. Én Dani voltam, és tényleg nagyon szépen köszi a részvételt ezen a csodálatos kontenten, és 3 perc múlva találkozunk a nagy csatornámon lévő videóval is, és sziasztok!